Thank you.
Martin 101-es Action vagyok, hogy a című is látjátok, 2019 őszi budapesti play-it, élménybe számolok. Nos, én már tudom folyatot látni, milyen volt a play-item, na, kezdjük. Nos, én a 8 óra után értem oda a budapesti Hung Expo-hoz a play-itre, olyan fél 9 környékén értem oda. Ezért nem akarom értem oda, mert aznap Pesten adottam mindig, amikor megyek play-itre, utóbbi időben mindig ott alszom Pesten, és akkor én nekem fel kellem korán, és odaérnem a play-itre, igen. Nos, fél 9 óra vártam, olyan 50-kor elérgették a sort, igen, a sor is volt a sor, nos. Tegnap este ott aludtunk, ott néztem a Facebookot, tabletom, és ott láttam, hogy már miket lehetett részteni valami hülyeség, hogy negy, és akkor felmentem a Facebookon a Play-t honlapján, és onnan láttam, hogy hol kell menni, onnan a fénykép, tényleg a tabletom lefényképeztem, és ki is toltam azt, ahol be kell mennünk, meg ott fog leírás, hogy milyen gyünk kell, legyen már, a kollektort, hogy hol kell bemenni, és akkor elküldtem anyukának, hogy velem. Igen, és akkor ott mentünk be, hát tavaly a nyári Play-ten, nem tudom, hol kell venni, és akkor ott sétáltunk oda. És én sétáltam oda egyedül. Igen. Én most nem tudom, hogy hol kell venni. Meg én ezt nos. Ha beértünk, hogy 9-kor nyitották ki a kapukat, engedtek be. Ott a Péter bementem, ott leghátsóan mentem el először, és aztán megint ott lesz a Regamex, a Game of Thrones, meg ezek, de nem. Nem ám. Pont el is tévedtem, nagyon sokáig kerestem, hogy hol kell, ez a másik végébe a Play-nek. De nem ott volt. Aztán mentem vissza, megláttam a Nintendo standot, és ott megláttam lenni. És meg kellett mondani, hogy így mondta, hogy lenni, hanem hogy szerinted ki vagyok, így mondtam. És meg tudta, hogy ki vagyok. Igen. És így mondták, hogy így lárva elmenni, ne tudtak újra nézni a Nintendo konzolokat, Switch konzolokat inkább így. És akkor megkérdeztem, hogy a térkép, hogy hol van a Regamex. És megmutatta a színpad mögött, a színpad előtt. És így néztem, hogy elmentem el kétszer. De végül ott lehet is ott volt a Jósikáig, ott beszélgettem a Szakács Gáborral, a Lényeg Szakmannal, de nem lenne egy életemet a konzoloknál. Így ott voltam sokáig, olyan videóban is látszik, és utána érdekeltem, hogy körül a Play-tem. Igen. A Play-t egy egyszerű csodálatos dolog volt most a Play-t egyébként, mert nagyon jó volt. Érdekeltem ott a Sonistán, kerestem Zsült, Zsült lesz a Sonistánnál, de sajnos nem találtam meg. A videóban is látszik, később megtaláltam, hogy más is szóval részre osztották be. Történt vele valami szomorú dolog, amiről most nem akarok beszélni, amiért ő is ilyen szomorú volt. Igen, most nem akarok róla beszélni, arra a dologról, hogy mi történt vele. Majd Zsűr elmondja nektek egyszer a videóban, vagy live streamében, elmondja a GVS live streamben, vagy vezetős streamben, vezetős vlog streamben elmondja, ha akarja elmondani. Na, igen, ami Péter még volt, hogy volt külön standja volt, a Rámának, Rám Margarinnak volt külön standja, és a stand az volt, amit már a videójáték Zsolti is a videójában elmondott, főző stand volt, ami ott főztek a videós, és ott volt, az a videós, aki videóban nem volt az a főzős csatornás videó, amit mindenki nagyon szeret. Igen, az a kicsit ilyen betegsége van, vagy olyan fogyatékossága van annak a videóknak, a főzős csatornának, aki ott is volt, aki mindenki úgy fotózott. Igen, a Péter ott volt kint a konzolvilág is, ahol lehetett nálunk vásárolni, én csak nálunk lehetett. Kint volt a Coca-Cola is, akinél lehetett kvízversenyek volt, meg ott voltak kint a Trust cég ott volt, azon a Trust GX terméket hozták ki, billentyűiket, egereiket, egérpadjaikat, és gaming helyzetéket hozták ki, elejé dolgokat hozták ki igazából. Ja, még egy dolgot kifejezettem volna, ötödiket, amit kivittek, az a gaming székeik voltak, azokat vitték ki. Ha nem lehetett velem bemenni, mert ott voltak a gondolom, akik regisztráltak, mert el is, hogy versenyek, és ott játszottak. Igen, kont volt az a videójáték cég legolcsóbbika, az nem más, mert fotózásban is tőle kell venni a legolcsóbb kiegészítőket, az nem más, mint a Hama. Ott voltak kint, nem tudsz ezt vásárolni, meg ott a Geek cég is, mert a Geek tereket vásárolni. Náluk volt zsákba macska, én videóban is láttatok. Nem vettem, mert nem érdekeltek a zsákmacska dolgok. Igen, majd így volt a Best Buy is. Nem csináltam videót, de a Best Buy-nál ott volt egy videós, akit én sem nem tudok, mert vele a izében találkoztam, a kollektors egyes,
ingyenes kenépedről volt, hogy lehet inni, kajálni. Én ott volt. És ott volt Brown, hogy Barney, aki nem a legjobb Barney is ott volt. Hát mindegy, csak nagyon ritkán terület csinál videókat. Mostanában, hogy eltűnt a csatornáról, nem csinál videókat. Igen, de ott is volt ő is. Tehát a kérdéseket, amikor volt egy témakörök, amire aki eljelentkezett, őt választották ki, így ott változott a kérdés. Legolt témában, Windows-os témában, vagy Microsoft-os témában igazából, vagy stb. Szóval nagyon jó kis kérdések voltak. Igen, ott volt a Logostán is, hogy csináltam videót, ami jó volt. Volt egy dolog, ahol lehetett nyerni. Mondom is mi. Egy olyan nyeremény volt, ahol volt egy szép, egy ilyen üveges szép, hogy láttam, hogy nyeremények voltak, ott lehet húzni egy nőnél. Tudtál húzni. Egy ATM kártyákat, ott voltak számok, meg kód volt, ahol te befogyogtad a számokat, és ha pont az a szám jó volt, akkor te tudtad ezt csinálni, kinyitni, és tudtad választani egy nemzetlen terméket. Nos, én egy terméket húztam is, amit megmondom nektek, mi volt az egy termék, rendben? Rendítsek? Az egy termék, amit én kiválasztottam, nem volt más, mint ez. Nem volt más, hogy láttátok, a Beatles Rock Band játéka, amit így adott ki. Ez olyan volt, mint a Rock Band és a Guitar Hero nevű játéknak az ilyen Beatles verziója. Ez azt választotta, hogy mondatlanul is, mert régóbb óta vágytam ilyenre. Azért, mert én szerettem a Beatles nevű rock zenekart szerettem, és azért akartam ezt igazán választani. Igen, lehet, hogy olyan volt, mint akik idősebbek, akik 17-18, meg a felettiek, azok emlékezhetnek az Eltekron futó fénynyelős játékra, a 0-60 számos játékra, ahol voltak ilyen feladatok, ahol betűket kellett össze, betűkből kellett kirakni szavakat, vagy buszadókhoz húzzák egyetlen betű kísérésével, a sikertelenes mondatok lesznek. Volt benne, amikor betolkodtak, káromkodtak, belőzögtek, és akkor végig volt ilyen, hogy szemeket mondtál szép, és ha jókat beütjögött az úriember a téven, mondtál, akkor ki tudtad nyitni a széfet. De ha nem, akkor nem nyitott ki a szép, és akkor az úriember beütjögte a jó számokat, és azokkal kinyílt a szép, amiket végül kellett volna számokkal. Igen. Én nyertem meg ezt, nagyon megörültem neki, hogy ezt megnyertem. Igen, mellette volt ilyen régi autó volt narakva, amit csak nyilvánzatos képen ott volt. Akartak utalni arra a magyar felejtésű játékra, amit a Gaming Kanál csatorna tulajdonosa készített más emberekkel, meg még az az ember is készítette, aki Szefande, aki YouTube-on kezdte a streameket, aztán gameplayket egy Adam Twitch-re ment át, aztán átment a Facebookra is átment, ahol mostanában lehetne streamelni gameplayeket. Igen. Nem tudom, melyik a Facebook csinálja ezt. Szerintem hülyeség, de mindegy. Na igen. Aztán... mentem tovább a Playtel, keresgettem itt tovább, hogy nézegettem mindent. Megtaláltam a Samsung standját, ott is mobiljátékoztak. Meg ott a katonaság toboroztak. Volt egy rész ott, ahol a Playnek a izjelenet vásárolni, például a csomagjainál lehetett igazán vásárolni pankrácolt, ilyen kamu pankrácolt lehetett nézni. Igen, azt lehetett igazán nézni. Ami volt, hogy a Playten kint volt a Sport TV, magyar az a Sport TV. Egyike nem más, mint a Sport 1. A Sport 2 a képviselte kint volt, és lehetett jégkorongozni, focizni, kosarazni, az ő digitálisan is lehetett megcsinálni, így boxokon, meg be is nekem. Igen, mert csomó versenyek voltak itt, ahol lehetett nyerni. Voltam azt tekkel a videóstand, meg a Lacimban lehetett videósok dumáltak, különböző nagy videós témákról, és eleget dumálták. Igen, amíg érdekes volt. Nintendo stadja visszatérek is, ott ki lehetett próbálni a Pokémont, az új Pokémont, szerintem Swagger, a Mario Olympic Game, szerintem Mario 2020-as Tokyo Olimpiát, meg a Nintendo-nak az új sportolási stadja is, meg volt a Nintendo Switch-en lehetett játszani, meg ki lehetett próbálni a Super Mario Maker 2-t, meg az új Zelda-t ki lehetett próbálni, a FIFA-t, meg más izgalmas játékokat ki lehetett próbálni. A Péter még volt jelmezverseny,
Igen. Ha bejöttem, ott lehetett vásárolni azokat az édességeket, amit a Harry Potter ismertünk meg, hogy furcsa ízei voltak, az édességeiben is, igen, meg volt mi, hogy benne volt társadalmi belőle, azokat lehetett megvenni, de olyan nyári péten is volt, csak is bankkártyával tudtad megvenni. Igen, kint volt, hát drónozni, igen, ott kint, ilyen labirintus, a kanálpályaszerűség, kint voltak ilyen trófeák, vagy például is kint művészetek kint voltak, kint ilyen bűnű emberek, akik bemutatták a második világháborús amerikai hadsereg, amiket voltak ruhákat, melyik van voltak, meg voltak kint fegyverek is, azonban a korban, hogy gyerekem tessék milyen volt a második világháború. Igen, meg, hát, meg voltak távolsos emberek is, akik tudták adományozni is pénzt, meg volt még Jazz Dance, meg igazán nem értek el, de kint volt is. Volt egy úriemberek, egy hölgy, meg egy úriember, aki úgy mondták a táncot, mint valami profik nyomták. Nagyon, de nagyon jó volt. Tényleg. De komolyan mondom, nagyon rohadtul jó volt. Iszonyítatóan jó volt. Beszárnyáktak mutatni, hogy ott a vegyettem standard vásárolni Xbox 360 van, PS3 meg PS4 játékot lehet vásárolni, és mit vettem én játékot, ami nekem megvan Xbox 360-on, aminek van idő után egy résznél a játék lefagy, mert tört a képernyőt, és nem tudom folytatni a játékot. Annak a PS3-os verziót vettem meg. Meg is mondhatom nektek. A South Park első játéka! Ez nem volt más, mint a South Park Trick of Truth nevű játék. Igen, erre beszéltem, hogy egy része a játékban, ahol leakadtam, igen, és azért kérdés meg bennem, hogy ezt a csatornám, amikor majd eljutunk odáig, hogy kivigyem PS3-on, és túl sok azon a részen is, a Xbox-on nem tudtam túljutni. Igen. Igen. 3000 forintot vettem meg ezt a játékot, és nekem meg is érte egyébként, tök jó játék, mert tudom milyen, és jó lesz. Igen. A Peter úgy el kell mondani így összesítésben, hogy a Plate jó volt, még valamit kihagytam a Plate, hogy igen. Ott a bejöttünk stanokint, ott lehet enni, inni, volt a food truckok, ott lehet enni pénzért, bankkártyát, aki nem volt bankkártya, de volt két pénzet. Péter volt bankkártya, pénz és bankkártya, ahol neked felettek a pénzedet, amit hozta, és akár tudod költeni ott a Plate területén. És ha nem tettem, és a bankkártyával költögettem pénzt. Igazából, igen. Így az időben a Plate, hogy valami nagyon szupi volt, csak sajnos nem olyan volt, mint a nyári Plate megcsinálva, azért összenem nagyon is meg, igen. A legalább egyszerűen megint kicsit standot adtak sajnos, ami nekem szomorú, igen, de mindegy. Majd a következő Plate, ami 2020-ban lesz, vagy a Pécsre megyek, vagy a Hung Expo-sra, de még nem megyek. Nagyon jó lesz. Nem tetszett a videó, hogy lájkolhatja, aki nem dislájkolhatja, engem nem érdekel. Aki akar be is jött között a csatornára, vagy ne, elnyiratkozott. Martin Szárt, egy izotion voltam. Sziasztok!